A Rákóczi Szövetség meghívására 200 szülő és gyermek utazott Kárpátaljáról a hétvégi sátoraljaújhelyi Rákóczi táborba. A szövetség azzal a céllal hívta meg a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületéhez tartozó szülőket és gyermekeket, hogy ki tudjanak szakadni a háború mindennapjaival terhelt kárpátaljai hétköznapokból. Tarpai József, a kárpátaljai szervezet vezetője a TV21 Ungvárnak elmondta, a folyamatos határátlépési szigorítások miatt egyre nehezebbé válik a kapcsolattartás. Sok család pedig szét van szakítva. Nagyon hálásak vagyunk, hogy eltölthetünk egy hétvégét sátorújhelyen, a Rákóczi táborban. Azt kell, hogy elmondjam, hogy egyre nehezebb az átjutás is, tehát gyakorlatilag itt most már kérnek mindig valamilyen papírokat, be kell menni a hat kiegészítő parancsnokságra, szóval, hogy én azt gondolom, hogy egy kicsit, hogyha a családok együtt vannak, elfelejték, egymásba kapaszkodunk, és természetesen a Jóistennek hálát adunk, hogy megmaradtunk itt Kárpátalján, és együtt lehetünk. A közösségi hétvége programjában a kulturális, a szórakoztató és a sportprogramok mellett a mentálhigiénés és hitéleti programok egyaránt szerepelnek. Én nagyon örülök, hogy eljöhettem a családommal erre a nagycsaládos hétvégei programra. Én és a testvérem már nagyon vártuk ezt a programot, különösképpen nagyon szeretünk kézműveskedni, és szerintem nagyon érdekesek lesznek a programok. A Rákóczi táborról jövő héten láthatnak hosszabb összefoglalót a TV21 Ungvár műsorán.